Mindenkinek megfogom a kezét, aki magyar szívvel, józan ésszel és tiszta kézzel segít abban, hogy ezt a kormányt, ezt a szörnyű kormányt lehántsam népem hátáról. Azért vagyok itt! Április 13-án Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, hiszünk a szeretet és az összefogás erejében. Ma ő csak a gyűlöletre és a félelemre appellál. Ő ma csak a gyűlöletben és a félelemben tudja elképzelni, hogy a népét sanyargatja. De mi hallgatunk a 2002-es Orbán Viktorra. Mi hiszünk a szeretet és az összefogás erejében. Mondjátok, hiszünk a szeretet és az összefogás erejében. Mondjátok együtt, fogjátok meg egymás kezét, és higgyünk a szeretet és az összefogás erejében. Hajrá magyarok, hajrá Magyarország, az Isten áldjon meg benneteket! Van egy nagyon fontos társadalmi csoport, akik még nem szólaltak fel, akik még nem voltak képviselve. Ez pedig a diákság. Fogadjátok hatalmas szeretettel Nagy Klárát, a hallgatói szakszervezet alapító tagját. Sziasztok! Milyen sokan várjuk a karácsonyt! Nagy Klára vagyok, harmadéves ELTÉ-s diák és a hallgatói szakszervezet tagja. Mi a hallgatók érdekeit képviseljük, de homokba dugnánk a fejünket, ha nem gondolnánk másokra is. Az elnyomást a kormány propagandában megfenyegetett egyetemi tanár, a rendőrautóban gyomorszájon ver diák, és a rabszolgatörvény által sújtott gyári munkás is tapasztalja. Mi pedig abban hiszünk, hogy csak egységben küzdhetünk meg vele. Az elmúlt napok ennek a küzdelemnek a szellemében teltek. Nem a minuszokban akartunk nyelni a jogtalanul ránk fűt könnygázt, hanem vizsgáinkra akartunk készülni, megszerezni fórumainkat és előadásainkat. Jogtalanul állították elő társainkat és tartották be őket napokig. Szeretnék titek... Szeretnék megkérni mindenkit, hogyha van nálatok videófelvétel vagy kép ezekről az esetekről, azt küldjetek el nekünk, mert nagyon-nagyon nagy szükségünk lesz ezekre a videókra, hogyha meg szeretnénk őket védeni. Ugye átalakítják a bíróságokat. Tudom, hogy ti is rengeteg áldozatot hoztatok annak érdekében, hogy ne megüzenjük. Ezt már nem veszi be a gyomrunk, hogy bebizonyítsuk. Gulyás Gergely hazudik, amikor azt mondja, nincs érdemi társadalmi tiltakozás a jogszabállyal szemben.
áldozatot, amit hoztatok, Orbán Viktor ellenben rettek tőle. Mindannyian láttuk, hogyan próbálja megfélemlíteni új és egyre növekvő közösségünket, azonban ne gondoljuk, hogy ez a jövőben változni fog. Ha van tanulság az elmúlt egy hét tüntetéseinek, az éppen az, hogy a szolidaritás nem egy, a politikusok által elcsépelt frázis, hanem valódi erő, amelyre alapozni tudjuk további ellenállásunkat. Büszkén mondom ki, hogy a dolgozók és a diákok ügye egy és ugyanaz. Közös ügyünk megértetni a kormánnyal, hogy az ember értéke nem csupán az általa termelt profitban mérhető, hogy az oktatási rendszer nem lehet úgy átalakítani, hogy pusztán piaci érdekeket szolgáljon ki. A nemzeti együttműködés rendszere újra bebizonyította, hogy a magyar állampolgárok helyett sokkal inkább a német autógyárakkal tervez a jövőben együttműködni. Felháborító rabszolgatörvény árnyékában azonban egy legalább ennyire végzetes módosítást is megszavaztak a héten. A közigazgatási bíróságok felállításával az utolsó, még független hatalmi ág is elesett. Magunkra maradtunk! Mi a magyar társadalom maradtunk magunkra, mert úgynevezett képviseletünk úgy döntött, hogy saját önző céljait választja a magyar választók jóléte helyett. A továbbiakban az a dolgunk, hogy ezt a magányt tudjuk a legteljesebb összefogás és a leghatékonyabb nyomásgyakorlás érdekében felhasználni. Mit kell ehhez tennünk? Mindenek előtt meg kell szervezni magunkat. Társaságainkból közös értékeink mentén létre kell hoznunk az ellenállásunk országos hálózatát. Ne feledjük, hogy ennek nem csak a tüntetés az egyetlen formája. Képezzük magunkat, egymást, tegyük képessé egymást az ellenállás megszervezésére, és szervezünk sztrájkot. Üssünk oda, ahol a legjobban fáj. Tervezzünk hosszú távra, ugyanúgy, ahogy elnyomóink teszik, ne hagyjuk, hogy olcsó részmegoldásokkal és tartalmatlan ígéretekkel vegyenek meg minket. Bátorságra és kitartásra van szükségünk, nehéz lesz. De az elmúlt napok élményére alapozva készek vagyunk rá. Boldog karácsonyt, Orbán Viktor, emlékezni fogsz rá! Fogadjátok hatalmas szeretettel Galgóci Pétert, az Oktogon közösség tagját, civil ellenállót. Sziasztok, Galgóci Péter vagyok az Oktogontól. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Mi múlt hét szerda óta itt vagyunk éjjel-nappal, és biztosítjuk a
tüntetések erőszakmentes lebonyolítását, és mi január 1-ig itt leszünk. Mi az Oktogonban az erőszakmentes polgári ellenállást képviseljük, a Gandhi típusút, és ez ne higgyétek, hogy unalmas, sokkal jobb, mint az erőszakos. Gondoljatok csak arra, hogy Indiában így győzték le az angol birodalmiakat, így lettek függetlenek. Milosevic diktatúráját szeregy a Popovicsék. Így döntötték meg, tehát nagyon hatékony és szép. Talán, hogyha meglátok engem mondjuk egy színpadon, akkor egyből felmerül az a kérdés, hogy a akadálymentességért vagyok aktivista. De nem csak az anyagi szintű akadálymentesség a fontos, talán ennél fontosabb a lelki, az emberi kapcsolatok közötti akadálymentesség, a szervezetek között, az, ami most szerdán elindult a parlamentben, hogy gyönyörűen ellenálltak a pártjaink, és az, ami most az utcán megy, szakszervezetekkel, diákokkal és minden csoporttal, akit ez a rendszer megbántott és megalázott. És ezt így folytatjuk tovább, akkor békében. De ez hozhatunk egy szebb országot. Köszönöm. Szeretném a színpadra szólítani utolsó felszólalónkat, Donát Annát, egy tüntető lányt. Sziasztok, jó estét! Elképesztő látni ezt a tömeget, köszönjük, hogy itt vagytok! Köszönöm mindazoknak, akik már szerda óta itt vannak velünk az utcán. Egy nappal alá téve, konkrétan délutántól hajnalig, napról napra. Én akkor váltam a tüntető lányá, amikor csütörtökön letepertek. És miért? Mert kifejeztem a véleményemet egy viszonylag érdekes formába. Hangosan, mérgesen és látványosan. De ezzel nem voltam én egyedül. Rajtam kívül rengetegen tették ezt. És azzal sem voltam egyedül, hogy elvittek. Jelenleg 55 ember ül valahol. Szóval félreértésed elsőn, engem nem azért vittek el, nem azért tepertek le, mert egy párthoz tartozom, hanem egy tüntető lány voltam hátul, akit könnyű volt elkapni. Bármelyikötök lehettem volna. De tudjátok mit? Nem félünk tőlek. Nem félünk tőlük, mert erősek vagyunk. Mert tudjuk, hogy a tömegnek van ereje. Nem a szónak most már semmi értelme, a szó elszáll. Tudjuk, hogy tettek kellenek, mert a szavak már kevesek. És ne féljetek, veletek semmi baj nincsen, teszitek, amit tennetek kell, én is teszem, amit tennem kell. Ezért vagyunk most az utcán. Azokért a munkavállalókért, akit lassan rabszolgasorsba küldenek, és azokért a fiatalokért, akik igenis itt akarják leélni az életüket. Csak jelenleg úgy néz ki, hogy sokkal inkább sikerül nekik ez külföldön. Mi értük is itt vagyunk. Mert azért nézzünk körbe, nézzük meg az elmúlt napok történéseit. A rabszolgatörvény csak egy utolsó csepp volt a pohárban. Egy hatalmas pofon mindenkinek, egy olyan pofon, ami társadalmi osztályokon átívelve ér mindannyiunkat. Hiszen ez a most meghozott törvény mindenkit kiszolgáltatottságba taszít. Pedagógust, rendőrt, kórházi dolgozót, diákot, gyári munkást,
Mert nem arról van szó, hogy hány plusz órát kell dolgozni, hanem arról, hogy már nincs tovább választás. Hogy végérvényesen a rendszer kiszolgáltatottaivá válunk. De tudjátok mit? Nem félünk tőlük. És tudjátok mit? Jogos a dühötök. Jogos a dühünk. Mert elegünk van abból, hogy ez a rendszer, ez mindenünket el akarja venni. A szabadságunkat, a szabad időnket, a családdal tölthető minden percet lassan. Elegünk van abból, hogy lassan végérvényesen kiszolgáltatottakká válunk. De sose felejtsétek el, a tömegnek ereje van. Csak akkor tudunk célt érni, ha hangosak és dühösek vagyunk. Mert csak az bizonyítja el a rendszer, ha nem tudja kiszámítani, hogy mit csinálunk, ha előre gondolkodunk. És akkor, hogyha a társadalom széles rétegei együtt tudnak kiállni valamiért, mint az elmúlt napokban minden délután, este és hajnalban, amiért most ti is itt álltok, együtt, közösen. Én ezért megyek ki nap, mint nap az utcára. Ezért tüntetek most is itt veletek. De tudjátok, hogy ki ellen nem tüntetek? A rendőrök ellen. Mert nem ők az ellenségeink, ők éppen a 600. túlóra munkájuk után vannak ott, kötelességből, teszik a dolgukat. Utunkban állnak? Igen, de nem ellenük tüntetünk. Mert ők is teszik a dolgukat, ahogy mi is tesszük éppen a dolgunkat. Mert egyértelmű, hogy igazi változást nem lehet se tévéstúdióból, se színpadról, se a parlament falain belülről elkövetni. Igazi változás kulcsa, ha végre kezünkbe vesszük a sorsunkat. Sokan, közösségben és hangosan. Mert mi nem egy agresszív, romboló csűrhe vagyunk, ahogy próbálnak most minket beállítani. Ugyanis mindannyian érezzük, hogy itt már többről szól ez a tüntetés már többről szól. Ez már nem csak a rabszolgatörvényről szól. És már nem csak azért vagyunk dühösek, mert most áthoztak megint két törvényt, a közigazgatási bíróságok veszántását, vagy egy felállítását, illetve a rabszolgatörvényt. Dühösek vagyunk a hatalomgyakorlás módja miatt, dühösek vagyunk a hazug propaganda miatt, dühösek vagyunk a folyamatos lopás miatt, és dühösek vagyunk, hogy egyre fogy a szabadságunk. A rabszolgatörvény azonnali eltörlését. Követeljük a rendőri túlórák csökkentését, mert mi értük is tüntetünk. Követeljük a fideszes bíróságok megszüntetését, az igazságszolgáltatás függetlenségét. Követeljük, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. És követeljük a közmédia függetlenségét. Elég a közpénzből fizetett propagandából. Mert mi nem fogunk hátrálni addig, amíg a hatalom nem teljesíti ezeket a követeléseket. Nem fogunk hátrálni, amíg az elnyomó dolgozó magyarokat kiszolgáltatják. Azt hiszik, hogy majd megújjuk és egyszer utána hazamegyünk? Hát nem. Sőt, nem, hogy nem megyünk haza, akik az elmúlt napokban itt voltak, láthatják, hogy ma is kétszer annyian vannak, mint tegnap voltak és az azt megelőző napon. Napról napra többen vagyunk. És ezért gyertek még többen és többen, mert a sokaság a méretétől válik tömegé. És ez az tömeg közösség, amikben megvédjük egymást. Minél többen vagyunk, annál jobban tudjuk megvédeni egymást.
És minél többen vagyunk, annál kevéssé vagyunk kiszolgáltatottabbak. Mert egyedül halkak és gyengék, de közösségben hangosak és erősek vagyunk. Legyetek hangosak, dühösek, mert van jogotok hozzá!